Jól helytált, de nem sikerült pontot szereznie a Kanizsa sörgyárese, női extraligás csapatának a hétvégén. A tavaszi idény első három körét Budapesten rendezték, a délzalai asztali teniszezők ellenfele a Budaörs, az Orosháza és az Erdért volt. A kanizsai csapat nem a legjobb összeállításában állt fel, hiszen a járványügyi helyzet miatt hiányzott a gárda két külföldi játékosa, valamint Turner Andrea már régóta sérült, míg Kovács Melánia a kezdés előtt nem sokkal belázasodott. Így az első két meccset két fővel vállalta a sörgyár, a harmadik összecsapásra már újházi csilla be tudott szállni. A délzalai lányok a Budaös és az Erdért ellen 6-1-re, míg az Orosháza ellen 6-3-ra kaptak ki. A következő fordulót május végén rendezik, akkor a Kiskumajsa, a Nyíregyháza, a Kecskemét és a Szexád ellen lép asztalhoz a Sörgyár. A cél az ötödik hely megtartása lesz.